Köszöntöm az Oxygen Music nézőit, Varga Rebeka vagyok. Most jöjjenek térségünk legfrissebb és legfontosabb hírei. Az egynapos ünnepen várhatóan sokan kelnek majd útra, ezért a MÁV és a Volánbusz azt kéri, hogy indulás előtt az utasok tájékozódjanak az ünnepnapi közlekedési rendről. Érdemes elővételben megváltani a menetjegyeket, illetve használni az automatákat, az online jegyvásárlást az Elvirán vagy a MÁV applikációban. A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik. Szerdán munkaszüneti napra, csütörtökön ismét munka és tanítási napra érvényes menetrend szerint indulnak a járatok. Kellemetlen pillanatokat hozhatnak az allergiásoknak a csütörtöktől várható viharok. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint jelenleg Győrben alacsony koncentrációban van jelen a levegőben a többi között a nyír, a fűz és a pázsit fűfélék pollenje. Ezzel szemben a tölgy és a fenyőfélék pollenje a közepes tartományban mozog. Az allergiások és az asztmások számára a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei azt javasolják, hogy a vihar ideje alatt tartózkodjanak beltéren, és az ablakokat zárják be. Nem unatkoztak a múlt héten a tűzoltók. Győr-Moson-Sopron vármegyében az elmúlt héten 54 eseményhez vonultak a hivatásos egységek. A tűzoltói beavatkozást igénylő esetek alkalmával összesen 13 ember sérült meg, 2 pedig életét vesztette a vármegyei igazgatóság jelentése szerint. A többi között 2 személyautó ütközött vasárnap délután Moson-Magyaróváron, a Pozsonyi úton. Az egyik autóba egy ember beszorult, őt a Moson-Magyaróvári hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. A balesetben egy ember súlyos, 2 pedig könnyű sérüléseket szenvedett. A győri állatmenhelyre látogattak a Pincérfrak utcai cicák című előadás alkotói. A társulat tagjai állatbarátok ezért örömmel hívják fel az emberek figyelmét így módon az állatok védelmére, a menhelyi munka segítésére. Anatol Franz írta egy helyütt, hogy ha nem éreztél még szeretetet egy állat iránt, akkor a lelked még nagyon mélyen alszik. Hát én azt szeretném, és arra szeretnénk felhívni a figyelmet, arra kérjük az embereket, hogy ébredjen fel a lelkük. A Pincérfrak utcai cicák című előadás alkotói kedden ellátogattak a győri állatmenhelyre. A Győri Nemzeti Színház színművészei jelmezbe bújva hívták fel a figyelmet a menhely lakóira. Ott kezdeném, hogy nemrégiben bemutattuk a Pincérfrak utcai cicák című ifjúsági előadást, és akkor eszembe jutott, hogy mivel kutyákat és cicákat játszunk ebben a darabban, milyen jó lenne, hogyha ezzel fel tudnánk hívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos, hogy kiürüljenek a menhelyek. Úgy, hogy minden cicát és kutyát, és nem csak cicákról és kutyákról van szó, de most jelen esetben róluk örökbe fogadjanak, hiszen nagyon fontos, és erre szeretnénk fölhívni a figyelmet ennek a fontosságára, valamint arra is, hogy az adó 1%-kal éppen most itt az alkalom, hogy támogassák az ország valamennyi menhelyét. A társulat tagjai állatbarátok, mint az a felvételeken is látható. Szinte minden kollégámnak van vagy cicája, vagy kutyája, van akinek a családjában lovak is vannak, de igen, el lehet mondani, hogy abszolút állatbarát a társulatunk. Az állatmenhelyet jelenleg körülbelül 120 kutya és 60 macska népesíti be, alig ha van már szabad kapacitás. A gondozóktól megtudtuk, szívesen fogadnak tárgyi adományokat, de lehet menni sétáltatni, simogatni az állatokat, nagyon hálásak érte, számukra a törődés jelenti a legnagyobb ajándékot. Vízórákat olvasnak le a következő hetekben. Több településen is dolgoznak majd a Pannon víz szakemberei. Győrben az Ergényi lakótelepen, valamint Nagybácsán és Nagyszent Jánoson olvassák le a vízórákat május 2. és 15. között. A szolgáltató egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy sem pénzt, sem aláírást, sem pedig egyéb adatot nem kérnek a mérés során a lakosságtól. Eszement lányok vetélkedője címmel rendezett programot a Győri Széchenyi István Egyetem és a Mobilis Interaktív Élményközpont középiskolás lányok részére. Az egyetem ezen a rendhagyó módon is arra bíztatta a pályaválasztás előtt álló lányokat, hogy merjenek mérnöki pályát választani maguknak. A programra 11 háromfős lánycsapat nevezett a győri középiskolákból.
A vetélkedő során feladatként olyan projektmunkákat kaptak, amikhez szükségük volt digitális és fizikai ismereteikre, valamint csapatmunkára. Újabb bravúrt ért el a női vízilabda bajnokságban az Uni György JVS-e. A győri egyetemisták az alapszakasz után a rájátszásban is legyőzték a szekszárdiakat. Ezzel az akciógóllal indult az Uni György JVS-e Valdorszentes mérkőzés, ahol Petit Panna jól vált lemberéről, majd váltotta góra az ittszert. A rájátszás első meccsét megnyerő vendégcsapat ezután fordított, de nem tartott sokáig az előnyük, mert Szedlák Móni emberelőnyből át tudta lőni a sűrű védőfalat. 2-2 után kétszer is vezetett a győri csapat, de a Szentes volt hatékonyabb a kapu előtt, így a második félidő elején már két góllal is vezettek a vendégek. 5 hét után azonban a zsinórban 4 győri gól is következett. Hetzle Adrien és Drámuc Mira ellen nem volt orvosság a vendégeknek, mindketten 2-2 gólt lőttek a mérkőzés ezen szakaszában, így 6 perccel a lefújás előtt már az egyetemistáknál volt az előny. Az alapszakaszban kikapott Győrben a Szentes, most a rájátszásban döntetlenre mentették a meccset, de miután a bajnokság ezen szakaszában ilyen eredmény nincs, jöhettek a büntetők. Itt vált főszereplővé Szombathelyi Gerda, aki valósággal megbabonázta a szentesi lányokat. Két lövést is megfogott, s miután a túloldalon mindenbe ment, egyenlített az Uni Győr a párharcban, itt továbbra is versenyben maradt a 7. helyért. Ezüstérmesek lettek a győri hallgatók a regatta versenyen. A Szegedi Evezős Európa Bajnokság társrendezvényeként megrendezett Granit Bank Egyetemek regattáján 8 induló közül második helyen végzett a győri Széchenyi István Egyetem csapata. Az első helyen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a harmadik helyen pedig a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói értek célba. Az egyetemi evezésnek világszerte számos országban nagy tradíciója van. A most először megrendezett egyetemi regattával Magyarország is csatlakozott ehhez a hagyományhoz. Bejutott a bajnoki döntőbe a Szerkó Uni Győr. Női kosarasaink másodszor is legyőzték a szekszárdiakat, így ők lesznek a Diósgyőr ellenfelei a fináléban. Hátrányból felállva fordítottak a győriek és jutottak be a női kosárlabda bajnokság döntőjébe. A szekszárd ugyanis egynegyed után még 20-12-re vezetett Győrben, de a félidőben már 4 ponttal a zöldfehéreknél volt az előny. A második félidőt is nagyszerűen kezdte Cicás László együttese. Összességében volt egy 25-2-es rohanás, melynek következtében 10 pont fölé nőtt a különbség a két csapat között. Ezt a végén a győriek még tovább növelték, így 89-70-re verték a szekszárdiakat, és 2-1-re megnyerték a párharcot. Szerintem itt a hazai pálya előnye azért kihozta azt, hogy mi jobb csapat vagyunk, és én azt gondolom, hogy ilyen erőszakos védekezés ellenére is tudtuk azt játszani, amiben mi erősek vagyunk, és aminek mi egész évben hangot adtunk, hogy gyors játékkal tudunk nyerni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a védekezés ellenére is nagyon sok gyors kosarat dobtunk, még annak ellenére, hogy azért itt az elején nem felénk billent az a bizonyos mérleg. Nagyon sokat kivett szerintem így ez a 3 meccs belőlünk, és ugye sérült játékosunk is van, el fog menni egy légiósunk is ugye itt a holnapi nap folyamán, úgyhogy nem bővelkedünk játékosokba, de én azt gondolom, hogy nekünk így egy ilyen kis csapattal most, ahogyan kinézünk, ez volt a célunk, hogy döntőbe legyünk. Egy végtelenül korrekt játékvezetést kaptunk, nem engedték a durva játékot, mindkét oldalon azt látták, amit fújtak, és hát csapatjátékot játszottunk, hát volt 5-6 játékosunk, aki 10 plusz dobott, kiesett Török Ági, ami egy nagyon nagy veszteség volt, de helyére belépő Gyöngyös Janka tökéletesen lépett a szerepébe, úgyhogy azt gondolom, hogy nagybetűs csapat voltunk ma, és megérdemelt eljutottunk be döntőbe. Nagyon nehéz ellenfel lesz a Diósgyőr, fantasztikus formában játszik, én azt gondolom, nem fogjuk gólcson adni a bőrünket, de nyilvánvalóan azt látjuk, hogy nem mi leszünk az esélyesek, ettől függetlenül nem feltartott kézzel fogunk döntőt játszani, hanem harcunkra az utolsó el lehet ügyénni. A Szerkó Uni Győr a döntőben a Diósgyőriekkel találkozik majd. Az első mérkőzést Miskolcon játsszák a csapatok. További friss híreinket és tudósításainkat megtalálják a győrihírek.hu oldalon. Én köszönöm figyelmüket, most a hírek végén nézzük, milyen időjárás várható, majd következik Tájfutó magazinunk. További kellemes estét kívánok, viszontlátásra!
Szerdán, azaz május 1-én a napsütést időnként már felhők zavarják meg, de csak a délután második felében. Valamint este fordulhatnak elő délnyugaton záporok, egy-egy zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős a keleti-délkeleti szél. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, de napos időszakokra is számíthatunk. Az ország keleti, észak-keleti harmadát leszámítva sokfelé kialakulhat zápor, zivatar, néhol hevesebb viharok is lehetnek. Az élénk erős délkeleti szélben 21 és 26 fok között alakul a csúcshőmérséklet, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.